A Debreceni Egyetem Humántudományok Doktori Iskola Programtanács tavaly elfogadta és támogatta az egészségügyi kar doktori képzésre irányuló kezdeményezését, így az 2016. szeptemberétől elérhető lesz az érdeklődők számára. A doktori képzésnek az az elnevezés, hogy inkluzív pedagógia az inkluzív társadalomban. A mi esetünkben nyilvánvalóan a pedagógiai része is fontos, de az alapvetően az inkluzív társadalomról szól. Hát ugye itt a karnak a történetét, ha valaki megnézi, a társadalomtudományi képzések vagy szakok azok már az alapítás óta jelen vannak, és azóta csak fejlődtek. Tehát több mesterképzésünk is van. Ezért gondoltuk azt, hogy megpróbálunk egy multidisziplináris képzést elindítani. Az egyetemen az úgynevezett Humán Tudományok Doktori Iskolája ezt a doktori programot befogadta. A mesterképzés végén középfokú nyelvvizsgával, kutatási tervvel rendelkező egészségügyi bölcsész vagy társadalomtudományi területen végzettek május végéig jelentkezhetnek a képzésre. Új és az egészségügyi képzésben mutatkozó igényeknek felel meg a 2016. szeptemberétől induló egészségügyi tanárképzés is a nyíregyházi karon. Megpróbálunk megfelelni azoknak az igényeknek, amelyeket különböző képzésre területen támasztanak már a társadalom szempontjából is, és ezért indítottuk az egészségügyi tanárképzésünket is, hiszen évek óta mondják már nekünk, hogy ilyen jellegű képzésre szükség lenne, hiány van benne, és ezt a hiányt próbáljuk ezzel a képzéssel pótolni. A szakmai tanárképzés elengedhetetlen az egészségügy területén hangzott el a sajtótájékoztatón. Most a nyíregyházi egészségügyi karon indul el az egészségügyi tanárképzés. Ez azt jelenti, hogy mindazok, akik egyrészt az egészségügyben már tevékenykednek, tehát diplomás ápolóként, szakápolóként és egyéb területeken dolgoznak, ők posztgraduális képzés keretében szerezhetik meg 4 fél év alatt a tanárszakos diplomát, és így a későbbiekben is lehetőségük van arra, hogy egészségügyi szakközépiskolákban taníthassanak. Másrészt olyanok is bekerülhetnek a képzésbe, akik érettségi után úgy döntenek, hogy nappali képzésben egészségtanár szakképzettséget szeretnének szerezni. A sajtótájékoztatón a dékán szólt arról is, hogy idén tavasszal a tervek szerint folytatódik a Szépkorúak Akadémiája, az előadássorozat az idősebb korosztály számára szól gerontológiai témákban.